Idén is kitettek magukért a politikusok nőnapkor, vagy mégsem? Nagy János, aki Orbán Viktor jobbkeze, például egy Csokor Zoltánnal kívánt boldog nőnapot. Gyurcsány Ferenc, aki pár napja még így köszöntötte az egyik képviselőtársát, ma egy tulipán csokorral hirdeti, hogy a nő nem kevesebb, mint egy férfi. Természetesen a miniszterelnökünk jó kívánsága sem maradhat el, ő megkereste a Karmelitában a nőket, és a tisztaságért felelős hölgyeknek a munkáját köszönte meg. Pedig annyi nőügyről lehetne beszélni ezen a napon is. A 17%-os bérszakadékról a nők és a férfiak között, vagy éppen arról, hogy a kapcsolati erőszakok száma az elmúlt 3 évben a duplájára nőtt, és ezeknek az ügyeknek csak az ötöddel fejeződött be vádemeléssel. Arról, hogy mennyi esélye van ma Magyarországon egy egyedülálló nőnek gyereket vállalnia. És az is egy megoldandó probléma, hogy a láthatatlan munkát, mint például a gyerek vagy a háztartást, ne csak dominánsan a nők végezzék. Hogy egyszer a cél az legyen, hogy a közös terheket egyenlő mértékben osszuk fel.